Múlt héten biztos emlékeznek rá, itt járt nálunk a stúdióban Sobri Jóska, ugyanis ma ünnepli maga a Kalandpark 15. születésnapját, és ezúttal is egy jótékonysági nagy kalandnappal ünneplik ezt a jeles napot, és Illés Péter kollégánk nagyon korán kelt és ellátogatott a Kalandparkba. Szia Peti, jó reggelt kívánok, találkoztál-e már Sobri Jóskával? Még nem találkoztam. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket én is, és valóban megérkeztünk. Kislődön vagyunk egész pontosan, amely Veszprém vármegyében a 8-as út mentén található, és a hegyek karájában bújik meg ez a kis csodálatos település. És valóban jól említetted a Sobri Jóska Élménypark idén ünnepli 15. születésnapját, és egyben ez a nagy kalandnapja is. A tovább részleteket pedig Jäger Balázs tulajdonostól tudhatjuk meg. Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt kívánok! Hát, különleges ez a mai nap, mert a kettőt ötvözitek. Mi ez a nagy kaland? Nagyon érdekes, most már több mint 7 éve elkezdtük a Nagy Kaland napját, ez a parknak a jótékonysági rendezvénye, minden évben 100 nagy családot meghívunk ide a parkba teljesen térítésmentesen játszani, hogy egy kicsit a természet szeretetét, a mozgás örömét és hát a játék összekovácsoló erejét át tudjuk adni nekik. Ugye milyenféle játékokkal találkozhatunk itt? Több mint 50 különleges játékelem van, de megvannak még most is a favoritok. Akár a hófánk pályát említhetném, a megacipline pályánkat, de nagyon népszerűek a vízi játékaink is, mint a vízi akadálypálya vagy a tutaj. De minden évben készülünk valami újdonsággal. No, és akkor például az újdonságot tekintve, itt a szemünk sarkából már az 1982-es televíziós sorozat egyik főszereplője, kit látható, úgyhogy hamarosan be is gördül, de azt lehet talán mondani, hogy gyere Pajti, mint a képzeletbeli órámhoz, hogy Hasselhoff még annó a sorozatban tette. Ő hogyan érkezett meg, hogyan választottátok ki, hogy az autó is itt részt vesz? Választottuk ki, hogy úgy gondoljuk, hogy egy csodálatos teljesítmény maga az autó elkészülése is, hogy Zsolt a tulajdonos közel 5 évig dolgozott eredeti alkatrészekkel, hogy eredeti formában meg tudja jeleníteni kitet, úgyhogy azt gondoljuk, hogy talán a szülinap egyik nagy fénypontja, hogy ez az autó ma megérkezett hozzánk, és a kedves vendégeink is megnézhetik, megcsodálhatják. Ugye nálatok található airbike, extrém hinta, hajócsúszda, íjászat, vízirider, napestig sorolhatnám ezeket a kalandokat. Melyek talán azok, amelyek a legnagyobb érdeklődést váltják ki? Kétféle kategóriát különböztetnék meg. Vannak az erőlködős élmények és az erőlködésmentes élmények, és mind a kettővel próbálunk egy kicsit jó hangulatot teremteni. Az erőlködősök azért jók, mert ott valamilyen teljesítményhez kapcsolódóan jön az élmény, ilyen például az airbike-ol 11 méter magasan függő bringákba tudnak megtenni 250 métert a bátor jelentkezők a tó fölött. Az extrém hinta pedig egy igazi adrenalin bomba, hogy csak be kell ülni, fölhúzzák a bátor jelentkezőket 11 méter magasba, aztán a tó felé belendítik a hintát, és az a bizonyos adrenalin fröccs sem marad el. És hát megosztanak a vélemények, ki szeret erőködni, ki kevésbé, de azt gondolom mindenki életkortól és nemtől függetlenül megtalálja a saját játékát itt nálunk. És a helyszínek talán az egyik legnagyobb előnye, hogy itt vagyunk a szabadban, 38 fokot mutat lassan a hőmérőnek a higanyszál, és van egy hatalmas tó, ami szintén aktív higacsolódás része lehet. Nagyon is örülünk ennek a tónak, egyrészt mert a vendégeink körében is nagyon népszerű, hivatalosan 2015-ös strandként működünk, és hát kihasználva ennek a lehetőségét sok játékot telepítettünk a tóra, mellettünk rögtön a vízi akadálypálya van, de vízbe lehet csúszni, drótkötélen, fánkon be lehet esni a kötélhágcsókról, úgyhogy több módja van annak, hogyha az emberek kicsit kimerültek és kiizzadtak, akkor megmártózzanak a tóban. Jó, tehát akkor itt vízbe csúszni szabad, akkor ez a igen, szabad. Ahogy szoktuk mondani a szlogenünkben is, hogy élmények földön, vízen, levegőben. Most egyébként ugye a zipline pályát mutatja operatőr kollégám Drimba Attila, és itt kettőféle zipline található? Igazából egyféle zipline, de két pályával, 30 kilótól egészen 120 kilóig tudnak a bátor résztvevők ezen játszani, és összességében ez jó is, mert egy házaspár például együtt le tud csúszni, tehát két játékos tud erre egyszerre jelentkezni, és ami az érdekessége, hogy az egy kilométeres távot kevesebb, mint egy perc alatt teszik meg a jelentkezők, madár módjára 126 méter szintkülönbséget áthidalva csúsznak le ezen a pályán. Utolsó kérdés, mert lejár az időnk. Korosztály tekintve kik az, akiket nagyon várnak? Igazából az egész apróktól, a 2 évesektől, az egész idősekig mindenkit. Az a célunk, hogy a családok együtt tudjanak játszani, és a fejlesztéseinket tekintve olyan játékokra törekszünk, ahol család, kisgyerekek, unokák, nagyszülők egyszerre együtt tudnak játszani, közös élményeket gyűjtve.
Hamarosan tehát 10 óra kinyitja a kalandpark a kapuit. Jäger Balázs, nagyon köszönjük az információkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőknek pedig jelzem, hogy a Balatontól csak egy fél órányira található Balaton északkeleti csücskétől egy fél órányi autóútra már elérhető a Sobrióska élménypark, és 10 órakor tehát elkezdődik a nagy kaland napja. Kit a beszélő csodaautó már megérkezett, úgyhogy ezért is érdemes kilátogatni a helyszíre. A szó a stúdiói. És Peti, légy szíves, Sobrióskát feltétlenül keresd meg. Köszönjük szépen.